Börcsök Mária az állatiskola előtt. Még figyelnek mindahányan, bent az állatiskolában, de odakint, bokron, ágon, földön, vízen, szalmaszálon a szülők már gyülekeznek, toporognak, beszélgetnek. Az én fiam színötös lett, büszkélkedik a vörösbegy, jó magának, sír a majom. Nekem bezzeg sok a bajom, mert a fiam mindent másol, szomszédjáról, a szamáról. Ha a bagoly mellett ülne, dolgozata sikerülne. A fiának ki a párja? Azt hiszem, a kánya lánya. A kányának nincsen lánya, csak egy fia van, Habakuk, de arról is kisült, hogy Kakuk. Mondják, kérdi közbelúgva egy goromba Pók apóka. Miért dicsérik folyton Pontyot? Miért kap minden nap jó pontot? A Ponty csendes, nincs vele baj, hírlik, nem sok vizet zavar. A maga lánya milyen? Hiúz. Jó kislány, csak sokat fiúz. Ejnye, ejnye, én nem hagynám, hogy fiúval járjon hangyám. Mikor a tücsökkel láttam, rögtön jól potrohon vágtam. Helytelen, feddi a mókus, aki ismert pszichológus. Ön is járkált épp eleget, míg megismerte a legyet. Ó, a légytől rég elváltam, folyton bent ült a lekvárban. Mókus úr, az én gyerekem, egyetlen egy kis egerem. Úgy szorong az iskolában, ha a tanítónénit látja. Nem tudja, miért haragszik rá, de úgy érzi, majd bekapja. Az érzetnek nincs alapja. De hisz a tanítónéni, macska.